A Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületének és a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének szervezésében 150 vállalkozó vett részt az eseményen. Egymástól tanuljanak, tapasztalatot cseréljenek, tehát ez az egyik fő csapásunk, amit az Egyesületben kívánunk megtenni az elkövetkező időszakban, mind a mellett, hogy egész Kárpát-medencében próbáljuk összekapcsolni a vállalkozókat, illetve a másik nagyon komoly irányvonalunk az különböző területeken oktatások szervezése. Az esemény társszervezője elmondta, 35 körülire tehető a borásztagok száma. A következő év a toborzásról és az arculat kialakításáról szól majd, tette hozzá. Hogy Vajdaságot felrajzoljuk valahol a bortérképre, elsősorban itt Vajdaságon belül, de hát a Kárpát-medencét is, mint magasztosabb cél, és Európát és a világot is célként tűztük ki, persze ezek nem a rövid távú céljaink között szerepelnek. A vállalkozók összefogásával 200 aktív tagot számláló közösség jött létre. A Vajdasági Magyar közösség számára fontos az ilyen erős, összetartó közösségeknek a léte. A közösségi erő megmutatásáról szól december 17-e is. Megmutattuk a közösségi erőt, mert ez visz bennünket előrébb vállalkozói szektorban és az új lehetőségeknek a biztosításában. A vállalkozások megerősítésével a munkavállalók is jobb helyzetbe kerülnek, jobb munkakörülményeket, kimagasló béreket tudnak nekik biztosítani azon munkáltatók, akik ezekben a programokban részt vesznek, fűzte hozzá Juhász Bálint.